Amikor egy gyermek elkezdi az iskolát, egy új korszakba lép, 8-9 évesen, egyszerre van bennük a komoly felnőtt, illetve a játékos, bújós gyermek. Ilyenkor jön az, hogy megunja a már kicsit kislányos, kisfiús szobáját, és szeretne valami sokkal felnőttesebbet. A mai epizódban Izához látogatunk el, és elkészítjük az ő álomszobáját. Azért jelentkeztem az álomszobagyárba, mert nagyon tetszettek a videók, meg nagyon inspirálóak voltak, meg lehetett másmilyen is a szobám. Úgy szeretném a szobámat, hogy letisztult, meg ment a színű, meg legyen benne valami a tacskóhoz kapcsolatban, meg hogy tacskó is legyen rajta. Az én tacskómat úgy hívják, hogy Barack. Nagyon szeret futni, meg játszani, meg nagyon szeret ugrálni is. Végre megérkeztünk, remélem már vártak. Szia, Iza! Ó, egy kicsoda! Jaj, Barack! Hát csak nem ő lesz a főszereplő. Szia, én Anita vagyok. Én nagyon örülök. Ő én pedig is. Barack. Barack lesz a főszereplő. Gyere, mutasd meg magad. Bátor Barack. Bátor kutya, mennyi idős? Egy éves. Na hát vártál minket? Igen. Na mutasd, merre van a szobád. Na erre kell menni? Igen. Na és jól aludtál? Hát nem annyira. Csiripelték a madarak, hogy már annyira vártál, hogy keveset sikerült aludni. Igaz ez? Hát igen. Mi az elképzelés? Miért szeretnél? Hát egy ilyen... Gyere, üljünk le! Egy nagy lányosabb szobát, meg hogy letisztultabb legyen, meg hogy ilyen mentaszínű. Mentaszín, ez a kedvenced? Hogy? Hát igen, mert hát nagyon tetszik, meg a tengerre is hasonlít egy kicsit. Igen. És Barasznak legyen valami szerepe a szobában? Igen. Esetleg a gomb szemét fessük le. Vagy egy csontot, kutyacsontot, kutyajátékot. Én a Barackot szeretném. Barackot, rendben. Hát a kívánságod lesz parancs, úgyhogy akkor valahol majd megjelenik a Barack. Lesz ugye a menta, ezeket már előre megbeszéltük, hogy a terv az valójában készen áll. Most a megvalósítás jöhet. Úgyhogy rengeteg dolgunk van, és mivel egy picit később is értünk, mert ugye sokat utaztunk, ezért vágjunk is bele. Elkezdtük, és gyakorlatilag be is fejeztük a kipakolást, hát már azért itt elő volt készülve nekünk a festés miatt. Mennyivel nagyobb így a szobád, mi? Igen. Az elrendezést tekintve azért egy kicsi szabad kezet adsz nekem, ugye? Igen. Íróasztalt ezt egy picit én elraknám, mert ugye itt te jobbkezes vagy? Igen. Jobbról jön a fény, és leveszi neked a természetes fényt, úgyhogy lehet, hogy azon variálnánk. Jó. Jó, hogy egy kicsit ilyen ergonomikusabb legyen az elrendezés, de nagyon sokat nem akarok elárulni azért a szobáról, hogy meglepetés legyen a nap végén. Minden esetre az alkotási folyamatban részt veszel, jó? Jó. Kezdődhet is az alkotás, hát a nagyokra a szekrényfestés, a kis összeállítás, a falfestés, meg ezek várnak, a kisebbekre, vagy kisebb-nagyobbakra pedig az igazán jó kis művészi alkotó folyamatok, úgyhogy haladhatunk is ezzel tovább. Arra gondoltunk, hogy ti lesztek a tacskóalkotó brigád. Na, az nagy szépen, próbáljuk. Illus segítségével tacskókat készítettek a dobozokra. Rendben? Egy ilyen közös családi alkotást képzeltünk el. Daniella vállalta a kis bútor összeszerelést, én pedig a falfestést. Ja, meg is érkeztem hozzá, hogy elkészítsük ezeket a tárolókat az új szekrényedbe, amit még nem tudod, milyen lesz. De úgy hallottam, hogy szereted a tacskókat. Igen. Meg hát van is egy cuki tacskód, és arra gondoltam, hogy lehetne tacskó mintás. Mit szólsz hozzá? Jó. Jó lesz? Nézd, hogy én már fel is csíkoztam neked itt előre ezeket a dobozokat. És most még így nem látod, hogy milyen lesz a végeredmény, meglepetés lesz egy kicsit. Arra kérlek téged, hoztam ilyen pamacsecsetet neked, és itt van menta, meg szürke színű festék, hogy ezzel szépen így kezd el kipamacsolni, és amikor megszeret, akkor lesz egy cuki tacskód végeredményként. Jó lesz? Jó. Akkor át is adom. Melyik színnel fogod kezdeni? Ezzel a mentessel. Akkor tessék, oda is adom neked.
Ez az utolsó doboz, amit most még ilyen csíkosra kell festened. Arra kérlek, hogy ezt a legfelső csíkot még hagyd üresen, megrajzolom ide az elejére a tacsit, és ezt akkor fogjuk befejezni, jó? Utána egy kicsit várunk, hogy száradjon, és aztán adunk jó pofa arcot mindegyik tacskónak, jó? Szia, Varaszk! Szeretnék veled megbeszélni valami nagyon fontosat. Gyere, nézzük meg, hogy mi passzol leginkább a személyiségedhez. Gyere, mutatok neked ruhatípusokat, és el kéne döntsed, hogy melyik tetszik a legjobban, a csíkos, a pöttyös, melyik slankit, a hosszanti csíkos, vagy a keresztbe csíkos. Gyere, megnézed. Nézd. Pöttyös, vagy esetleg a csíkos, vagy esetleg a hosszanti csíkos. Hát melyik passzolna legjobban hozzád? Szavazz. Gyere, nézzük ez inkább. Hát nem is tudom, mindegyik, úgy látom, hogy mindegyik tetszik neki, hát akkor nekem kell eldönteni. Köszönöm a szaktanácsadást, most nekem dolgom van, megyek. Most rajzolom fel Barack kontúrvonalait. Egy picit magasítani fogom a mintát, hogy amiatt, hogy ugye ezen a ferde falon van, és szemből fogjuk jellemzően nézni, nagyon hasonlót lássak, mint amit ugye terveztem, és hogyha magasítom, mert ugye a perspektívában, vagy ebben a törésvonalban összenyomja, akkor lesz ugyanaz a hatás, nem azért, mert Barack annyira magas lenne, vagy kicsit húsi, vagy pontosan tökéletes, és szemből ezt fogjuk látni. Már mindjárt be is fejezem az alapot. A kutyussal már elkészültem, még az arcán van némi igazítás. Daniela elkezdte a fiók előlapokat lefesteni, pont ugyanazt a festéket tudjuk használni, így tökéletesen ugyanaz az árnyalat lesz, ez a gyönyörű pasztelmenta zöld. És akkor megnézem, hogy hogy haladnak a doboz dekorálással a többiek, úgyhogy gyertek velem! Na, hogy állsz íze a barack hasonmásokkal? Azt a nagyon-nagyon szuperek lesznek. Aha, látom, megfestettétek az alapot, gyönyörű, és most ebbe rajzolod a mintákat. Mi a terv, milyen mintákat veszel? Barackkal megbeszélted a szakmai tanácsadóddal? Szóval itt a mentazöldön ugyanígy pöttyösen fog folytatódni? Nem. Ilyen háromszöges. Cikcak minta? Igen. Nagyon gyorsan halad Iza. 2 perc alatt kifestette az összes dobozt, úgyhogy szerintem nagyon hamar végezni fog a minták megrajzolásával is. Na hát akkor lassan jöhetek és hozhatom a párnákat, és ezt Izával együtt fogom kidekorálni. Szóltok, hogyha megvagytok? Persze. Rendben. Tényleg szuper gyorsan haladsz ezzel is. Egyforma lesz mindegyik tárolón a minta? Hogy tervezted? Úgyhogy a tacskónak a feje, hogyha úgy elkezdem a hármat, akkor utána már a többi ugyanúgy lesz. Hogy a három minta van, és akkor a többi és a többi 2 dobozon is úgy lesz sorban. Kinézni. Aztán. Nagyon jó lett. Nagyon szuper lett az összes tároló, amit csináltál. Melyik a kedvenced, melyik minta? Itt a másik is. Nekem ez tetszik legjobban, meg ezek. Szuper. Lesz elég hely a tárolóiban a mindenféle kreatív dolgoknak? Igen. Na, viszont ezekkel elkészültünk. Anita azt kérte, hogy szóljunk neki, hogyha meg kész vagyunk. Jó. Szólsz neki? Igen. Szuper. Anita, gyere le! Kész vagyunk! Megyek! Kíváncsi vagyok! Aztán nagyon menő lett, tehát ezekkel a mintákkal tökéletes.
Hát ezek nagyon jól fognak passzolni a szobádba. Most még arra gondoltam, hogy csináljunk ugye díszpárnákat, mégpedig nem is akárhogyan, hanem egy kreatív kihívás keretében. Benne vagy? Igen. Na jó van akkor. Tudod-e, Iza, mi az az Inspibox? Igen. Na mi? Olyan dolog, amiben vannak kreatív dolgok. Így van, és lehet belőle alkotni. Igen. Csomó-csomó élmény van benne, hát most egyet ebből mi is megvalósítunk. Arra gondoltam, hogy a párnahúzatot az Álomszoba Gyár Inspiboxból azt dekorálnánk ki. Barack kerüljön rá, vagy te kerüljél rá, van erre ötleted? Barack. Hát minden barackos lesz. Lehet, hogy ehhez külön inkább textilfécet fogunk használni, és 2,5 percünk lesz az 5 perces kihívásból, ennyi maradt, hiszen ketten fogjuk csinálni. 2,5 perc alatt mit tudunk alkotni a párnára, ez lesz a feladat. Oké? Okay? Mindjárt kis taktikai megbeszélés után, akkor bele is vágunk. Készen állsz? Igen. Hát akkor 3, 2, 1, mehet! Mit gondolsz, befejezzük? Szerintem igen. Na, kíváncsi vagyok. És mi lesz a büntetés, hogyha nem? Még nem tudom. Elvisszük barackot sétálni? Elvihetjük, végül is szeret sétálni. Ó, lejárt az időnk. Hát a 2,5 perc azért teljes alkotásra úgy néz ki, nem volt elég, hiába húztunk bele, de akkor most véglegesítjük. És aztán pedig jöhet a büntetés, elvisszük barackot sétálni. De ez hogy van? 2 farkincája van? Hogy megcsináljuk itt virágnak, itt virágra szuper, megcsináljuk. Szuper, igen. Én is mindig ezt mondom, hogy belefér simán egy-egy felmerült probléma, vagy konfliktus, vagy valami, ami nem úgy sikerült, az alkotásnál nagyon gyakran találkozunk ilyen dolgokkal, de akkor így, mint Iza, tovább kell gondolni, és valami új lehetőséget rejt minden egyes ilyen megoldandó feladat. Elkészültünk a párnahúzattal. Nekem még elég sok dolgom van fönt a szobádban, viszont te tudnád teljesíteni a büntetésünket, vállalod a közös felelősséget? Igen. Elviszed akkor apával vagy anyával barackot? Rendben. És utána már egyébként nem sokára bejöhetsz a szobádba. Mennyire várod? Nagyon. 10-es skálán mennyire? Mennyire? 10-ből hány pontot adnál az izgalomnak most? 10. 10-ből 10. Na hát, hamarosan majd megnézheted. Készült az összes festés, meg is száradt már a falfestés is, a dobozok is, illetve a fiók előlapok is, és amíg sétál Iza és az anyukája, addig mi visszarendezzük itt a szobát. Új helyre kerül ugye az íróasztal, hogy sokkal jobban essen a természetes fény az asztalra, és jobban essen ott kreatívkodni, illetve tanulni. Az ágyat visszarakjuk ide a meglévő helyére, a korábbi helyére, és az ágy végébe pedig egy kis játszó, olvasó sarkot fogunk kialakítani.
felkészültünk mindennel, úgyhogy most megyek is Izáért, és végre megmutatom neki a végeredményt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz hozzászólni. Szurkoljatok, hogy nagyon tetszen neki. Iza, merre vagy? Itt. Te elkészültél a nagy pillanatra? Igen. Gyere! Nagyon ügyesen várakoztál eddig. A legnehezebb a vége volt, Iza? Igen. Most arra kérlek, hogy emlékezz vissza, hogy az íróasztal végébe volt az ágy, illetve az ágy végébe az íróasztal, és akkor a számolok 3, 2, 1, mehet. Na, hogy tetszik? Nagyon. Csodálkozást érzek. Menjél, nézd meg nyugodtan, ott van Baracka falom. Nagyon tetszik. Milyen érzések vannak benned? Nagyon tetszik. Gyere, nézz körül, ide került a tanuló sarkod. Itt mindenféle játéknak helye van, ugye? Itt vannak a dobozok, amiket készítettél. Nagyon tetszik. Nem találsz szavakat, nem. Úgy érzem. Melyik a kedvenced? A barack. Barack? Meg az ágy, hogy le van takarva. Nagyon izgalmas nap volt, remélem, hogy nektek is tetszett az egész napos átváltozás. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok, szép kreatív napot! Köszönjük az Álomszobagyár támogatását az Eglónak és a PPG Trilaknak.